elindul! Hát az idő fura elindult. 130, jó. 1. Minden angyol! Hatalmas, 100 kilósnál is nehezebb kőgömböket kellett egy lécfelet átemelniük az erős embereknek. A nemzetközi versenyt a Tamási termálfürdőben rendezték meg. A külföldi indulók mellett a környékből is érkeztek nevezők. Krivko Milán az innen nem messze található Fürgeden él, rendszeresen indul erős ember versenyeken. Hát sokkal jobb szokott lenni a teljesítményem, csak kicsit fáradt vagyok, megmondom őszintén. Tehát Zalaegerszegen az előző versenyünket 6-szor raktam át, a 110-et az eddigi rekordom, tehát én ilyen 1-2-nél ki szoktam fulladni, úgymond. Tehát most jó volt a vax, nem volt annyira meleg a golyó, meg azért még a technikán lesz mit csiszolni, tehát még azért kell egy kicsit fejlődni. Megvan, megcsinálta! És hoztam 4 új srácot, akik amatőrben már tolták, tehát a Lacival még nem, tehát ők itt is vannak. A többieket, tehát ilyen fél éve, egy éve, másfél éve, tehát én vagyok most a legöregebb, én szeptemberben lesz 2 éve, hogy a Lacival vagyok. Én gyerekkorom óta ezzel szerettem volna foglalkozni, csak nem tudtam sehova csatlakozni, úgymond. És 2 éve, mikor a Laci hirdetett egy Facebookos posztot, hogy az újoncokat fel szeretné fedezni, tehát én akkor ráírtam kamionból, és egy fél év múlva hívott, hogy lenne verseny. Azóta együtt vagyunk. A mostani verseny főszervezője ifjabb Fekete László volt, az igazi erős ember dinasztia legfiatalabb tagja először szervezett Tamásiba ilyen programot, de már a rendezvény legelején is igazán otthonosan mozgott a helyiek között. Nagyon nehéz, mindig tényleg találkozok szurkolókkal, szeretnének látni, szeretnék. De mi mikor a Mikivel oda megyünk, hogy kihívjuk, ha szeretnénk ketten indulni a magyar színekbe, nem jönnek el. A megmérettetésen cseh, osztrák és szlovák és szerb nevezők is indultak. Go! Egy meg van! Hát ez bőven, légyfüröd belül. Az a 20 másodperc alatt meg lesz. 2. 2. Na majd, Stanko! 3. 3. Tamásiban most először rendeztek ilyen nem mindennapi versenyt. Ilyen nemzetközi erős emberverseny Tamási termálfürdőben. Hát eddig ilyen témét csak a tévében láttam, és nagy örömmel vettem, hogy ifja Fekete László megkeresett minket néhány hónappal ezelőtt, hogy Tamás is otthont hathatna egy ilyen nagyon látványos viadalnak. Mi a Tamási termálfürdőt javasoltuk, és kérésünk meghallgatása talált, és a fürdőnek, illetve a helyi vállalkozóknak, szponzoroknak köszönhetően a mai napon kerülhet sor itt Tamásiban egy nagyon érdekes és reméljük, hogy látványos verseny is. A település polgármestere azt mondja, ez is része annak a célkitűzésüknek, hogy a részben leégett fürdőt ismét olyan népszerűvé tegyék, mint a tetőszerkezet megrongálódása előtt volt. Nekünk kiemelten fontos az, hogy újra tudtuk indítani itt a tavaszi időszakban a Tamási termálfürdőt. A helyreállítás még nem 100%-os, de örülünk annak, hogy itt a nyári időszakban nagyon sok vendéget tudtunk ismét ide vonzani. Tehát Tamási fürdőváros, és a Tamási fürdőnek nagyon fontos reklámértéke van turisztikai szempontból. Nem kizárt tehát, hogy jövőre újra lesz Tamásiban erős emberverseny, a cél pedig az, hogy arra már a következő szezonra helyreállított fürdőben kerülhessen sor.